Kellemes szombat reggel ébredést kívánok Önöknek, Tóth Tamás vagyok. Nos, egyre korábbak a napfelkelték, hiszen egyre inkább közeledünk a tavaszi napi egyenlőséghez. Egy ilyen nagyon látványos pillanatról kaptunk tudósítást méghozzá Tokajból. Kerekes Sándornak nagyon szépen köszönjük a képet. Bíztatnám Önöket is, hogy a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre minél több képet küldjenek. Itt volt az a csapadékrendszer, ami éjszaka még az ország déli részei fölött ott tevékenykedett, ott örvény lett. Ezt követően viszont ma már szárazabb levegő érkezik, majd újra időjárási frontok érkeznek. Így a Kárpát-medence nagyobb részén bizony hosszabb időre is kisüt majd ma a nap. Egészen keleten azonban számítani lehet további esőre, záporokra, de ott is azért megszűnő jelleget mutat majd a csapadék. Megélénkül nagy területen a déli délnyugatira forduló szél, sőt a Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Így a hőmérséklet csúcsértéke bizony 15 fok közelében alakul nagy területen. Erdély ez alól kivételt jelent, ott jóval alacsonyabb hőmérséklet értékek lesznek jellemzők, és a következő napokban északnyugati légpályákon egyre hűvösebb levegő éri el hazánkat. Vasárnap egy újabb csapadékrendszer érkezik, ami bizony nagyobb mennyiséget okozhat az ország déli részén. Ezt követően inkább szorványos záporokra számíthatunk, és ahogy láthatják, a hőmérséklet mind az éjszakai, mind pedig a nappali órákban csökken. A jövő hét közepén inkább 10 fok alatti értékek lesznek jellemzőek. Köszönöm a figyelmet, kedves nézők! Viszontlátásra!